Üdvözlöm a Pécs Aktuál podcastjének hallgatóit, én kapitány Gergely vagyok. Üdvözlöm itt a stúdióban Bognár Szilvia független, vagy immár független páros a Mindenki Pécsért Egyesület önkormányzati képviselőjét, akivel a következő percekben sok mindenről fogunk beszélgetni, természetesen várospolitikáról, Pécsről, tervekről, elképzelésekről és még egy halom mindenről. Üdvözlöm a hallgatókat, Szerbusz Gergő egy nagyon rövid bemutatással indítanánk, csak azoknak a kedvére, akik esetleg nem annyira ismernek téged. A hallgatóknak mondom, hogy tegeződni fogunk Szilviával, mert elég régóta ismerjük egymást. Így van. A Szilvia Fejér megyében született, de 1992 óta élsz Pécset, három gyermekes édesanyja vagy. Tanulási problémákkal küzdő gyerekeknek hangos könyveket jelentettél meg és adományoztál oktatási intézmények könyvtárainak, dolgoztál a helyi sajtóban, valamint az uniós projektek és a helyi közösségi közlekedés szolgáltatójának, vagyis a tükebusznak is, hiszen az élet hosszig tartó tanulás fontosságában, és a Pécsi Tudomány Egyetemen végeztél, ahol politikai jellemző kommunikáció és média szakértő képesítéseket szereztél. Így van, és van egy emberi erőforrás tanácsadó, mesterszakos diplomám is, ami szerintem jelen időszakban, így a 21. században, hogy a munkaerőpiac is átalakulóban van, hiszen egyre inkább reflektorfénybe kerülnek ilyen atipikus foglalkoztatási formák, meg a nők munkaerőpiaci helyzete. Nagyon nagy szükség van erre a tantágyra, vagy erre a szakmára. Mesélj kérlek egy keveset a gyerekkorodról, a családodról, illetve arról, hogy hogyan és miért kerültél Pécsre. Nekem nagyon igéző gyerekkorom volt, egy Fejér faluban Vajtán nőttem fel, ahol kilenc hónapos koromtól éltek a szüleim. Egy hugom van, két és fél évvel idő fiatalabb, mint én. Ő külföldön él, Ausztriában 1995 óta, tehát e tekintetben egy ilyen, sajnos azt kell mondanom, ilyen tipikus magyar család vagyunk, hogy van olyan közeli családtagom, aki nem az ország határon belül él. Ott végeztem az általános iskolai tanulmányaimat, négy osztályt ebben a faluban, aztán négy osztályt a szomszéd faluban, Cecén, aztán középiskolában Szekszárdon tanultam, egészségügyi szakközépiskolában. Akkor még volt egy ilyen nézet a, a szülők, meg nagyszülők fejében, hogy nem elég az érettségi, kell egy jó szakma, mert ha van egy jó szakmád, akkor biztos, hogy. El fogsz tudni helyezkedni. Egyébként ez az, azon túl, hogy pont ez az én fiatal felnőttkoromban nem biztos, hogy igaz volt, hogy jól lehetett keresni mondjuk egy szakmával, akkor ugye volt egy ilyen nagyon nagy diplomaszerzési dömping, most egyre inkább igaz, hogy egy jó szakmával bizony, akár jobban megállhatod a helyed a munkaerőpiacon, mint több diplomával. Én ezzel egyébként szembesülök. Úgyhogy a középiskolai évek után aztán Pécsre kerültem, itt végeztem az egyetemeimet, ide kötött a szerelem, és ami a legfontosabb, és, a, és, és, elmondhatom, hogy a mint három gyermekem szülővárosa Pécs, és ennél fontosabb vagy csodálatosabb körítést ezzel kapcsolatban nem tudok elmondani. Hány évesek a gyerekeid? A nagyfiam ő 95-ben született, tehát 27 éves lesz idén, a pici ő 25 éves lesz, és a legkisebb, aki egy kislány, ő pedig 5 éves lesz a jövő hónapban. Úgyhogy ez egy ilyen kis... Rendhagyó felállás. Szerintem nem rendkívüli, de egyébként pont múltkor gondolkodtam rajta, hogy a, a fiúkat viszonylag korán szültem, és akkor kaptam mindig megjegyzéseket, hogy hogy lehet 21 éves korban gyereket szülni, inkább építs karriert, és hogyha majd az megy. normális volt. Amikor ez velem megtörtént, akkor kaptam a megjegyzéseket, és aztán amikor a kislányommal állapotos lettem, 44. életévenben, akkor meg a másik oldalt kaptam, hogy hogy lehet ilyen későn gyereket vállalni. Biztos, hogy meggondoltad, fel tudod majd nevelni, hát tudod a szokásos körítések. Miért érezted úgy, hogy részt kell venned a helyi politikában, és hogyan kötöttél ki végül a Mindenki Pécsért Egyesületben? Vagy miért pontot? A közélet az mindig nagyon érdekelt. Egy filantróp embernek gondolom magam, és eszméletlenül kíváncsisággal tekintettem mindig arra, hogy hogyan születnek a döntések, hogyan alakul egy közösségben bizonyos ügy, egyáltalán a közösség élete. Magyarán médiafogyasztóként próbáltam kritikusan szemlélni, illetve fogyasztani a híreket. És aztán 2019. augusztusában, kaptam egy felkérést akkor a DK helyi egyik VK elnökétől, Kunst Mártától, aki nekem tanárom volt, hogy, hogy csatlakozzak az akkori még mégpedig jelöltként, ennek volt egy, volt egy racionális oka az ő részéről, jelesül, hogy a Demokratikus Koalíció, akinek ő ugye a képviselője, maximalizálni akarta a lendő a létszámát, viszonylag jól tárgyalta a Márta, ezért a listás hely második, második hely az lett az övé, mert ugye az első a polgármester jelölt, tehát a képviselő közül az első helyet kapta, és arra gondolt, hogy ez biztos befutó hely, a listán, és akkor ő kijönne az egyéni jelöltek közül, és akkor ott keletkezett egy lyuk a szórólapon, és konkrétan már a nyomdába ment volna a szórólap, amikor felhívott engem azzal a, a, a körítéssel, hogy nem talált senkit és hogy ugye én igent mondok, mert én oda Kertvárosban egy nagyon jó profil vagyok, három gyerekes anya, kedves, mosolygós, higgyem el, hogy ez nekem ott jó lehet. Nem mondtam rögtön igent, de ő nem adott sok időt a gondolkodásra, ez kb. 24 óra volt. Nyilván nekünk ezt otthon meg kellett beszélni éppen gyesen voltam még, és mivel az életkorom miatt sejthető, hogy többet nem fogok én ilyet csinálni, hogy gyersen megyek, ezt azért úgy szerettem volna kimaxolni, és mindenképpen csak olyan vállalást tenni, ami nem visz el sok időt a kislányomtól. Ebben az időben egyébként én részmunkaidőben dolgoztam, itt a nem messze a stúdiótól a Vasutas Művelődési Házban működött egy nőközpont, egy család és karrierpont iroda, egy Európai Uniós projekt részeként. Ennek is van érdekessége, mert amikor én megpályáztam azt az állást, akkor a Pécsi Mamihoz, egy egyesülethez pályáztam projektmenedzseri HR tanácsadói állásra, és ez az iroda, ez egy. Úgy tudott működni, hogy a, a pályázatot egy konzorcium nyerte el. Magyarán a Pécsi Mami mellett még dolgozott, ott, vagy közreműködött a, a miok, ami ugye felnőtt képzésekkel foglalkozik, a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara, illetve kellett egy önkormányzati cég, ez volt a PSNZRT, és ugye tudod, hogy akkor annak a vezérigazgatója Vári Attila volt, aki tulajdonképpen az én munkáltatóm is ezáltal. Nem találkoztunk sokszor Attilával rendezvényeken, nyilván láttam, mindig úriember volt, és egyébként, hogy én végül igent mondtam és jelölt lettem az ellenfél kampánycsapatában, ezt is úriemberként kezelte akkor te láttad a régi város kicsit talán belülről is, vagy jobban belülről, mint egy. Talán mint egy az átlag ember. embernél egy kicsit jobban így igaz, mert hiszen a mi kapcsolatunk is ott kezdődött, hogy önkormányzati cégeknél dolgoztam, először ugye az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán ott szóvivőként, aztán pedig a Tükebuzz-ZRT-nél, a, a, a Zsök után. És szintén kommunikációs feladatokat láttam el, és nyilván a sajtóközlemények előkészítése, a sajtószóvivői feladatok, az a nyilvános térben zajlott. Hogyan emlékszel, milyen volt a viszonyod, vagy volt egyáltalán viszonyod az akkori városvezetéssel lehetette velük kommunikálni, hogy volt ez akkoriban. Én a Tükebusz crt egy pályázat útján kerültem, magyarán megüresedett egy, egy ilyen sajtós állás, és ezt pályáztam meg. Ha jól emlékszem, akkor két férfivel voltam versenyben, és aztán végül is engem választottak, legnagyobb örömömre, és nagyon kellemes csalódás volt nekem, mert hogy a Tükebusz ZRT, a helyi közlekedés, közlekedést bonyolító szervező társaság, rendszerben működik, menetrendszerint járnak a dolgok és, és a folyamatok is, és ez nekem a kulturális szféra után egy felüdülés volt, mert hogy magam egyébként a hétköznapban egy ilyen iszonyat rendszer szerető, Ember vagyok, és emlékszem a legelső munkanapomra, amikor mentem dolgozni, és álltam az Uránvárosi busz végállomáson, vártam a buszt, és ahogy ott kanyarodtak be a buszok, és egy bizonyos szisztéma szerint parkoltak le, ez már önmagában nekem egy ilyen teljesen jó, jó élményt adott. És aztán a munkám során én úgy éreztem, hogy az akkori vezérigazgató, abszolút felismerte azt, hogy a, a belső és külső kommunikáció, a cégnek a marketing munkája az iszonyat sokat nyom alatba. Nagyon jó programokat indítottunk, vevő volt arra, hogy... De ki is volt akkori bocsánat. Akkor volt az Árki Sándor. Árki Sándor. Tehát nyitott volt arra, pedig egy technokrata szemléletű ember volt, nem volt könnyű ember, de észérvekkel meg lehetett győzni. És ez mindig biztonságot ad. Én, én szeretem a, az ilyen karaktereket, magam is olyannak gondolom magam, hogy észérvekkel meggyőzhető vagyok, és, és a, a városvezetéssel gyakorlatilag nekem közvetlen kapcsolatom nem volt. Mert, mert általában a vezérigazgató, vagy az akkori pénzügyi igazgató volt az, aki a városházára járt, hozta a feladatokat, vagy beszámolt az elvégzett munkáról. Én soha nem éreztem azt, hogy én korlátozva vagyok a, a munkámban, sőt, az nekem egy ilyen termékeny időszaknak vagy időszakként él az emlékeimben. Azért kérdezgetem ezt igazából, mert arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted, ha nagyon-nagyon kellene egyszerűsíteni, akkor a videszes városvezetésnek mi volt a három legnagyobb hibája? Első helyen mindenképpen a káder politikát említeném. Tehát az önkormányzati cégek abban az időben is ö, szenvedtek attól a jelenségtől, hogy káder temetők. Tehát nyilvánvalóan lehetett tudni, hogy valaki valahol felesleges, vagy félre kellett rakni, és akkor berakták egy biztos helyre. Ö, sokszor az illető maga is szenvedett ettől, mert tudta, hogy a közösség, ahova érkezik, tudja, hogy ő hogy került oda. Ez, ez ö, nyilván szült feszültségeket. A legnagyobb probléma az volt, amikor vezető pozícióban csak a lojalitás miatt kerültek emberek, és nem biztos, hogy a szakmai kritériumokat hozták. És még az is lehet, hogy bizonyos tekintetben jók lettek volna, de az adott közegben elvéreztek, vagy legalábbis nem tudtak modernizálni, fejlődést generálni a cégnél. Tehát én a káderpolitikát jelölném meg első helyen. Amit én a Fidesz regnálása alatt nem tudtam megbocsátani, talán ez a jó szó, az a zsolnai dolgozók ügye volt amikor több mint száz munkavállalót egy KFT-be átcsábítottak, nyilván a hallgatók tudják a sztorit, aztán mindenféle társaságokba kerültek, és végül aztán a tömeges felmondás következményeit, amit a Zsolnai gyár igazgatója megfogalmazott, saját maguknak kellett megfizetniük, és ha jól tudom, akkor fejenként százvalahány ezer forint, vagy talán még több is jutott rájuk, amit nagyon méltatlannak éreztem, és képzeld el, hogy amikor ott a nőközpontban dolgoztam, és tanácsadással foglalkoztam, bejött hozzám egy 50-60 közötti hölgy, és elmondta nekem, hogy nem sokára egy nőgyógyászati nagy műtétje lesz, mert ő a Zsolnai gyárban dolgozott, ő is egy érintett munkavállaló, és a sok herce hurca meg szélmalomharc következtében őneki egy rossz indulatú betegsége alakult ki, és egy nagy műtét vár rá, nem tudja, hogy mi lesz vele, de már most szeretne arra felkészülni, hogy csináljunk egy önéletrajzot, hogyha esetleg majd lábadozik, akkor már tudjan nyitni a munkaerőpiacon. Szóval ez, ez volt a második, amit, amit megjelölnék, és egyéb iránt pedig a, a folyamatok időnként átláthatatlansága te is tudod, hogy a, az utókor a jelenlegi városvezetés megtalán nem is a városvezetés, hanem már, már talán egy kicsit azt megelőzően kibuktak olyan ügyek, amik. Hát finoman szólva is sok kérdést vetnek fel, és hogyha pont a, a Tükebu ZRT van napirenden, akkor itt a Volvo beszerzés, amivel kapcsolatban röbdösnek itt a kérdőjelek, és lehet, hogy nagyon egyszerű rájuk a válasz, de valamiért még nem érkeznek meg a megnyugtató feleletek. Akkoriban te ott voltál még, vagy már a cédnél, vagy akkor már, már egyesen voltál? Nálam ez úgy volt, hogy 2015-ben kezdődött ugye a buszcsere program, és zajlott ez a sztori, én akkor már nem sajtos sajtószóvívőként dolgoztam a, a, központi irodaházban, hanem elnyertem belső pályázaton az ügyfélszolgálati és ellenőrzési vezető pozíciót. Magyarán a Millennium üzletházba kerültem helyileg, és annyira nem voltam benne a sűrűjében. És igazság szerint, amit mi munkavállalók akkora ebből érzékeltünk, az az volt, hogy a, a városvezetés nagyon akarta megoldani ezt a busztere programot, tudott, hogy akkor állandóan leálltak a buszok, sok műszaki probléma volt, és tényleg az volt a körítés, hogy Európában ekkora méretű flotta, ez az egy van, nagyon kell, még nem öregek, ez most átmenetileg megoldja a problémákat, és tudom, hogy a közgyűlésre az akkori pénzügyi vezetőnk és az akkori nem kinevezett, csak nevében vezérigazgatónk járt, és többször jött úgy vissza az akkori vezérigazgató ezekről az ülésekről, amit aztán a munkavállalóknak elmesélt, hogy közben kapta az SMS-eket, hogy tessék a beszerzés mellett érvelni, mert erre van szüksége a városnak, és mint ö, első vezetőnek nyilván szava van a nyilvános térben Ki, is érveljen. kapta ezeket a... Az üzeneteket. Én engem nem hatalmazott hogy tehát, ezt akkor tőle. sem, hogy, hogy én erről beszéljek, csak uh, nyilván egy ilyen horderejű beszerzésről nem egy nem is kinevezett vezérigazgató uh, döntött, és itt uh, meg kell nézni, hogy milyen pro- és kontraérvek voltak a folyamat mellett, illetve ellen. Érkeztek hozzánk infók, de megmondom őszintén, egy kis zavar van benne, de most elmondod, hogy igen, igen. mi újság, hogy volt veled kapcsolatban valami nagyon méltatlan eljárás. Nem tudtuk teljesen megfejteni, hogy mi ez. Azt hiszem, hogy talán vissza akartál menni, talán gyesről, ja, és igen, nem. Igen, nem igen. Tehát uh -huh. kicsit zavaros nekünk, ezért nem írtuk még meg, de most itt ülsz velem szembe, úgyhogy belebb akkor megkérdezem. Szívesen hogy, elmesélem. Hogy Egyébként ez. ez ez pont egy olyan történet volt, ami amikor én döntöttem azon, a, azon az éjszakán, hogy belépek-e a kampányba, akkor ez a mellette érvek között szerepelt ez az volt, hogy 17-ben született a kislányom, és 18-ban történt egy olyan szervezeti átalakítás a tükénél, talán emlékszel, hogy korábban 2016. januárjától a tükétől elvitték a bevételt termelő szakterületeket, így a jegyellenőrök átkerültek a biokomhoz, meg a bérletpénztárak. Magyarán minden, ami bevétel volt, azt megkapta a biokom. Igen. Ez ellen akkor én középvezetőként nagyon ágáltam, mert totál észszerűtlen volt. Ki is húztam a gyufát az akkori megbízott vezérigazgatónál, ez volt Vida János, nem tudom, emlékszel -e, hogy átmeneti időre őt rakták oda, és tudom, hogy nem örült ezeknek a, ezeknek a véleményem, véleményeimnek, pedig abszolút jobbító szándékkal mondtam. Szerintem ő is pontosan tudta, de ő első vezetőként egyfajta végrehajtója volt a városvezetésnek, nyilván azt csinálta, amit mondtak, ezt az eszemmel fel is tudom fogni. És akkor... Képzeld el, hogy 18 tavaszán jött egy olyan hír, és akkor én már a nőközpontban dolgoztam, kislányom 10 hónapos korában, 2019. novemberében kezdtem el ott dolgozni, hogy visszaszervezik a, ezt az úgynevezett mobilitási központba átpakolt szervezeti egységeket, vagy ezeket a szervezeti egységeket a tükéhez, és akkor írtam egy levelet az akkori cégvezetésnek, hogy mivel korábban én ezt vezettem, gyakorlatom van, tapasztalatom, talán a munkavállalók is jó szívvel emlékeznek rám, hogy szívesen vennék részt a munkában, hogy számítsanak rám. És akkor ezt a... Ugye a 2018 az azért nagyon fontos, mert ez volt a Fidesz által hirdetett a családok éve. Amikor ugye arról szólt, hogy a munka és magánélet egyensúlya, az anyák negatív, tehát a negatív diszkriminációk leküzdése, ami az anyákat éri és a többi, és a többi, és ebbe ugye én, én, belepasszoltam ebbe a kategóriába. Na most ehhez képest aztán kaptam egy olyan ajánlatot a Tükebú Zrt-től, amit én nagyon méltatlannak gondoltam. Tehát ilyen, ilyen munkaköröket soroltak fel nekem, hogy visszamehetek raktárosnak négy órában, meg meg jegykezelőnek, és nem lenézem ezeket a munkaköröket, félre ne érts, bennem a vágy az volt, hogy teremtsek valamit a meglévő gyakorlatommal, vagy tapasztalatommal, és akkor tudom, hogy írtam a, és talán innen eredhet ez a mondás, ami hozzád is eljutott, hogy én írtam akkor az akkori polgármesternek egy levelet, hogy hát ez nagyon frankó, hogy mennyire kimaxolják a családok évét, és nem biztos, hogy ez méltó eljárás, és egészen biztos vagyok abban, hogy olyan kaliberű munkavállalókat, akik ráadásul annyi lendület meg tetrekészség van, mint bennem, jobban ki lehetne aknázni. És valami olyasmi választ kaptam a, az akkori polgármestertől, Páva Zsoltól, hogy hogy ő ugyan a tulajdonos képviselője, de nem munkáltató ellenben fel fogja hívni a vezérigazgató figyelmét, hogy válaszoljon nekem érdemben a felvetésemre, de hát aztán végül is nem jutottam egyről a kettőre, úgyhogy maradtam a nőközpontban, és gondoltam, majd lesz valami változás, és akkor mire visszamegyek, addigra talán tártkarokkal várnak. Jó, szóval, akkor összeállt a csapat, 2019-ben ugye elindultál te, is, kizavartátok a városból a Fidesz. Azt a... szerintem nagyon fontos momentumám, hogy, hogy én ebbe a kampányba tényleg az utolsó pillanatban csatlakoztam, már ment a kampány, ezért az előzetes tárgyalásokról én csak mendemondákat hallottam, nem voltam benne a bizalmi körben, ismeretlen voltam, és sokak szemébe ezt én az eszemmel fogom, talán még egy kicsit ilyen negatív, hogy is mondjam, csak ilyen kontextusba is kerültem, hogy na, Jött, és akkor rögtön megkapott Kertvárosban egy tök jó körzetet, mert azért azt lehetett tudni, hogy a Kertvárosi 16-os az általában szeret hinni a változásban, és hogyha ezt egy baloldali gárda hitelesen teszi, akkor nagy valószínűséggel akkor is megszavazzák, hogyha éppen egy pöttyös labdának néz ki, ezt ugye sokszor szoktam hangsúlyozni. Úgyhogy sokan mondták, hogy na jött és beleült a tutiba. Nyilván ilyen nincs, hogy tuti most sincs a jelenlegi választási kampány előjátéka közben, majd akkor mondunk valamit tutira, hogyha lefújták a meccset, és ezt 19-ben is így gondoltam. Szóval nagyon keményen dolgoztam. Mennyire érzed jogosnak azt az ellenzéki kritikát, hogy becsaptátok a pécsieket? Én ugye azt mondják, hogy a mindenki pécsért mögé, tehát egy civil szervezetnek látszó, de politikai érdekből, politikai akaratból és politikai céllal létrehozott egyesület mögé bebújt párt politikusok verték át ugye a Pécseket 2019-ben, akik civilnek adták ki magukat, pártfüggetlennek, majd napokkal az eredményhirdetés vagy a választás után előbújtak, ugye a pártak a közgyűlésben. Ma meg már mindenki tudja, hogy mi a helyzet, a legnagyobb erő az önkormányzatban és a cégeiben az MSP, amely egyébként a legfrissebb mérések szerint talán még a parlamentbe se jutna be önön ön jogán. Mennyire érzed magadénak, vagy mennyire érzed jogosnak ezt a típusú kritikát? Akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy ennek van bármiféle uh, igazságtartalma, hiszen olyan, olyan nyílt tekintettel és hangosan tudtam mondani én is, hogy pont, hogy pont, hogy a sokszínűségünkben rejlik az erőnk, az pedig, hogy egy civil szervezet volt a jelölő szervezet, az tulajdonképpen egy igazságos dolog volt, egyik párt mögé sem kellett beállni a senkinek, nem, nem mondta azt a demokratikus koalíció, hogy én leszek a jelölő szervezet, és gyere jobbikos, majd akkor az én égiszem alatt besétálsz a közgyűlésbe, vagy az én égiszem alatt kampányoz, hanem jött egy egyesület, semmi mást nem kért senkitől, tehát nem kellett eldobnod a, a, az egyébként a pártot szervező ö, elveidet, hanem, hanem született egy dokumentum, és erre majd visszatérünk, hogy aláírták-e vagy sem, de ebben megfogalmaztak olyan ö, ö, ideológiákat, hogy hogy átláthatóan fogunk működni, partnerként viselkedünk egymással, a szakmaiság fog dominálni a személyi döntéseinkben, demokratikusan fogunk döntéseket meghozni. Hát tudod, ami, ami, ami igazából egy, egy igazi európai képviselőtől vagy döntéshozótól elvárható, és én ne, bennem akkor kétség nem volt, hogy ez máshogy lesz, és, és annyira imádtam azt a közeget, hogy mivel szomszédos körzetünk volt, én, én mindig úgy kampányoltam, hogy a, a Fogarasi Gábor és a Fürd vannak mellettem, körzetet tekintve, és mindig úgy jött ki a, a, a munka, hogy mi együtt mentünk plakátolni, és a többi, és akkor ott nem a politikust vagy a jobbikot láttam bennük, hanem két fiatalembert, akikben van egy elhatározás, és egyébként tulajdonképpen jó hangulatban kampányoltunk. A, a problémák azok később jöttek, és hogy ez mennyire természetes vagy sem, nekem azt mondják, hogy üdv a politika világában, én pedig nem akarom elfogadni, hogy ez, hogy ez nem változhat, mert én úgy gondolom, hogy a közélet, tehát a politika, az valóban végső célját tekintve a döntéshozói pozíciókért, a hatalomért folyó harc de véleményem szerint a, a közérdek, az egyéni érdek és a pártérdek is szerepel, és ezek nagyon sokszor egymással ö, harcban vannak, és egyfajta ilyen meghasonlott szerepet okoznak. É, Tehát én a cél van... szentesíti az eszközt? Igen, meg, meg tudod, nagyon sokszor a matek dönt, és nyilván egy demokrata el kell, hogy fogadja a többségi döntéshozást, de hogyha tudod, hogy a többségi döntést, döntéshozás úgy született meg, hogy valakit bizonyos módszerekkel vagy módon befolyásoltak, akkor egy kicsit így, így ne, ne, nem biztos, hogy tetszik neked ez a, ez a, ez a jelenség. Tehát a, a végén aztán odafajult a dolog, hogy nyilvánvalóan Kialakultak mindenféle kis szövetségek, aztán meg nagyobb szövetségek a, a választott, megválasztott képviselők között, és aztán ez torkolott egy bizonyos, bizonyos folyamatra. Erre mindgye, mindjárt, mindjárt visszatérünk, veszünk. csak az még fontos, hogy ugye a kritikusok azért azt mondják, hogy a, hogy a várost egy olyan polgármestervezeti, Akit ugye leginkább az MSZP-s érdekkörökhöz lehet kötni, olyan gazdasági alpolgármestere van Pécsnek, vagy az, aki a város legfontosabb cégeiért felel, vagy az ő irányítása alá tartoznak, akire nem is lehetett szavazni senki nem tudja mi alapján és miért éppen ő tölti be ezt a fontos tisztséget, és van egy mszp s alpolgármester, akit eltiltott a NAV, mert több céggel is fennakadt a három, elítélték jogerősen rágalmazás miatt, és se tesse a Momentum nem szívesen látja ott ülni, ahol éppen van, az ellenzékről ugye már nem is beszélve. Szóval ez hogyan történhetett meg, ez -e a demokrácia? Vagy ez benne van-e? Én utaltam neked arra, és talán ez kellő magyarázatú szolgál, hogy én a kampányban legvégén e, kerültem be, és nekem tulajdonképpen a, aztán a későbbi sorsom is, e, én azt gondolom, hogy ebből fakad, hogy én igazán abba a szűk bizalmi körben soha nem voltam benne. Nekem az a meggyőződésem, hogy, hogy itt pár karakter egészen. E, e, pontosan meghatározva, step by step elhatározta, és talán egy ilyen két évig is tarthatott, hogy ők bizony el fognak indulni a választáson, és ilyen-ilyen ilyen lépések során meg fogják nyerni azt. Ez, ez egy hosszú folyamat volt, és, és akik az elején ott voltak, szerintem az, az egy ilyen bizalmi kör. És lehet, hogy ennek van egy szervező ereje, most hogy ez, a, ez az MSP-e, ezt én nem tudom, valami biztos, hogy van. A lényeg, hogy ezeket a szoros kapcsolatokat, vagy régen végzett közös munkát felülírni egy akármilyen új karakter, aki ottan bepottyan a, a rendszerbe, biztos, hogy nem tudta felülírni. Legábbis én biztos, hogy nem halpolgármesterként neked vagy hozzá 14 feladatkör és 11 nagy intézmény, köztük a hivatalos önkormányzati kommunikáció, vagyis a Pécsi Kommunikációs Központ KFT mm. tartozat. Abban szerintem politikai oldaltól függetlenül sokan egyet egyetértenek, hogy tragikus a városvezetésnek a jelenlegi kommunikációja, és ami rosszabb, semmit nem változott a Fideszes városvezetéshez képest, sőt, bizonyos értelemben rosszabb, rosszabb lett annál még tovább romlott, még tovább szűkült, ahogy mi látjuk a sajtóban. Mit gondolsz, mennyire van neked ebben felelősséged, hogyha már ez a terület is anno hozzátartozott? tartozott? Ezt talán nem, nem érzékelték a, a pécsiek, de nekem az elején a hozzám csatolt területekkel kapcsolatban elég komoly beszélgetéseim és belső konfliktusaim voltak, hiszen pont a kommunikáció az, amivel kapcsolatban így felhatalmazva érzem magam, hogy a helyi objektív nyilvános tér megteremtése. Az egy olyan csodálatos küldetés volt a számomra, hogy így örömmel vetettem bele magam. És emlékszem, hogy sokat beszélgettünk poják Gáborral, akit nyilván nem kell bemutatni a hallgatóknak, hogyha egy ilyen politikai tartalmú beszélgetést hallgatnak és tulajdonképpen ilyen dolgozatot is írtunk, hogy hogy hogyan kellene fokozatosan elérni ezt a, ezt a célt, hogy legyen egy olyan nyilvános terünk, ami kiszolgálja információkkal a, a Pécsi olvasók közönséget, és nem érzi senki azt, egyik közéleti szereplő, vagy politikai aktor sem, akár párt sem, hogy az ő nyilvános tere csorbult. És aztán nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ezzel kapcsolatban is, bár a polgármesteri programban volt egy ilyen vállalás, hogy az objektív ö, városi média megteremtése, ö, de nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem kíváncsiak arra, hogy én mondjam a szakemberként, vagy akinek van gyakorlata is a területen, hogyan látom és hogyan érném el ezt hanem viszonylag hamar közölte velem a Rúzsa Csaba, hogy ő már tárgyalásban van egy ügynökséggel, és hogy itt majd hálózatosodás fog következni. Talán emlékszel, hogy a Pécs TV korábban hálózati tévéként működött, és, és majd akkor ő ezt, majd ezt ő intézi. És ez volt az egyik ilyen, ilyen hogy is mondjam, csak én úgy éreztem, hogy seb rajtam, vagy, a, vagy az én területemen, amihez aztán tényleg kétség nem fér, hogy valamennyire konyítók, hogy megvannak a kapcsolataim, és a szándék bennem, hogy ez tényleg egy ilyen minta projekt legyen az úgynevezett szabadvárosokban, ez pedig óriási volt. És ez, ez nagyon fájt nekem, hogy el kellett engednem. És, és indokoltak-e bármivel, hogy gyakorlatilag megmaradtak ugyanazok a rutinok, amelyek a Fideszes városvezetés alatt is megvoltak. A hallgatók kedvéért mondom, ők nem biztos, hogy ezzel tisztában vannak, hogy ezek mit jelentenek. Szinte csak és kizárólag a baráti sajt Áll szóba az önkormányzat vagy a városvezetés. Előbb szivárogtatnak ki őkeményen közérdekű információkat ezeknek a városházak közeli sajtótermékeknek, időnként velük irattatnak meg lejárató személyeskedő tartalmú anyagokat. egyebek mellett ugye rólad nem is egyet, talán három-négy ilyen is, e tap is született annó. Én nem, nem és, vettem lajstromba. És van nem. olyan városházi vezető, most nem mondanám el a nevet, aki azzal szokott dicsekedni, Egyébként nyílt társaságban, hogy ő a tartó tisztje egyik másik Pécsi újságírónak, akik azt, és akkor írják, amikor ő azt. Ez lehet nagyzolás is, de hogyha igaz, akkor meg a tragédia. Nyilvánvalóan. Szóval Nyilván... indokolták-e valamivel, hogy ez a nyitottság, ami nagyon fontos dolog lenne véleményünk szerint is, ez végül is nem, hogy nem lett meg, de még inkább szűkebb lett, mint volt? Hivatalos indokolás nem volt sosem. Egészen pontosan van egy-két van egy szavazatom a, a közgyűlésben amire nem vagyok büszke, és ezt remélem, hogy, hogy egyszer majd megbocsátom magamnak, és talán a, a pécsiek inkább betudják majd a tapasztalatlanságnak. Tulajdonképpen az első közgyűlések egyikén, hanem az elsőn rögtön meghoztunk olyan döntéseket, hogy csorbítottuk a, a, a korábbi ellenfeleink felszólalási lehetőségeit. Ugye eltűntek például a napi rendelőtti felszólalások, limitálva lett a, a megszólalási időkeret egy jóval rövidebb időtartamban, mint korábban volt. Ezeket nyilván mai, vagy kicsit rutinosabb eszemmel azonnal mondanám, hogy nem akkor ez így fel se, merül, fel se fogta az ember, hogy, hogy miről szavaz, mert, mert, nem tudtad, hogy korábban hogy volt, és hogy mit jelent ez a hétköznapokban. Nagyon szégyelem magam, és ezúton is elnézést kérek. Szóval, ahogy a közgyűlésben ezt láttad, és, és, ja, és akkor mi volt az indok, amikor ugye a, 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 politikai ellenfeleink ezt kritikával illették, hogy ne szóljatok, mert a Fidesz ugyanezt csinálta. Na most ez egy uh, iszonyat fontos mondat, és uh, talán majd többször is fogom neked citálni, hogy igazából az én, nem is tudom, meghasonlásom, vagy, vagy bánatom uh, ezzel az egész uh, két és fél évvel kapcsolatban talán az, hogy tele van paradoxonokkal. Tudod, amikor így uh, valaki kiáll egy tömeg elé, fogja az ordibátort a kezébe, hogy most aztán tényleg hallja az az ezer ember, hogy ő mit akar mondani, és neki áll beszélni, és nem veszi észre, hogy valaki lekapcsolja a mikrofont, és a hátsó sorokban már csak egy tátogó embert látnak, és ő azt hiszi, hogy beszél, de közben nincs hangja. Szóval valahogy így vagyok én a, a, az elmúlt két és fél évvel nagyon sok pillanatban, és jelenleg is az előválasztás után és a, a 22-es tavaszi választás előtt, hogy azt mondani, hogy kus legyen, mert hogyha ez kiderül, akkor nem nyerünk, vagy kus legyen, mert. Tehát ez, ez a kus kultúra, és és talán ez a, ez a legjobb szóra ez nem jó irány. Hogyha te az életedben bármilyen hibát elkövetsz, és rájössz, hogy hibáztál, akkor nem erőlteted tovább azt a dolgot, hanem azt mondod, hogy oké, okay, hibáztam, korrigálom. Lehet, hogy fáj lehet, hogy szembesülnöm kell, lehet, hogy egy kis arcvesztés, de sokkal nagyobb arcvesztés megfeszíteni a húrt, amíg elpattan, szerintem, mint korrigálni, és aztán egy kis időveszteséggel elindulni a jó úton. Hiszen tévedni emberi dolog. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban a paradoxonokat most így először hoztam elő neked, de nagyon sokszor éreztem ezt, hogy, azzal indokoltuk az egyébként antidemokratikus és szakmaiatlan döntésünket, hogy mer a Fidesz is így csinálta. Talán a, amikor a novemberi közgyűlésen elkezdték a Momentumos képviselők megnyírbálását, ugye febb visszahívások, bizottsági helyekből történő visszahívások, akkor Kunsz Márta mondta azt, hogy mit kell itt csodálkozni. Hát ez, ez a politika. Hát persze, hogy revans van azt csináljuk, mint a Fidesz. És akkor talán még Ágoston Andrea képviselő asszony hangsúlyozta többször, hogy nincs itt semmi látnivaló, azt csináljuk, amit a Fidesz, csak ne tessék kritizálni. De hát ez akkora paradoxon. Ha le akarom váltani a fidesz, már pedig én azok közé tartozom, akik még mindig hisznek abban, hogy egy új politikai kultúra tudna ennek a nemzetnek egy valódi jövőképet adni, akkor nem, nem lehet ugyanolyan módszereket. Akkor nem, nem lehet ugyanolyan módszereket alkalmazni, mint amit el akarok törölni, nem? Paradoxon. A zsök Ügy, vagy a zsök ügyvezetőjének a kinevezése körüli botrány volt az első olyan pont, ahol talán nyilvánosan látszódott az, hogy valamiféle ellentét van közted és a város vezetés között. Kérlek szépen röviden fogadd össze a te álláspontodat ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy ott mi történt, mert nem biztos, hogy a hallgatók ezzel teljes mértékben tisztában vannak. Talán akik ezt a műsort hallgatják valamelyest, de igazad lehet, hogy részleteiben nem. Megpróbálom röviden összefoglalni. 2020-ban a pandémia első hullámának lecsengése után Pécs nyitva kampány, stb. dolgoztunk, és nyáron kiírtuk a Zsolnai Örökség Kezelő Nonprofit Kft. élére az ügyvezetői pályázatunkat, amely pályázatra sokkal többen jelentkeztek volna, mint ahány pályázat végül is beérkezett, ugye kettővel illetve hárommal hárommal találkoztunk a bírálóbizottsági ülésen, de többen azzal fordultak vissza tulajdonképpen a, a beadási határidő előtt egy nappal, hogy nem adom be, mert tudjuk, hogy ki lesz, már a városban beszélik, hogy ki lesz, és nem mondjátok már, hát hogy lenne hát itt bírálóbizottsági ülés lesz, hát itt komoly szakmai kritériumok, stb. Na, mindegy, elérkezett a, a bírálóbizottsági ülés. Három pálya volt, és igazából ketten voltak versenyben. A gazdasági területért felelős alpolgármester nagyon érvelt a későbbi nyertes mellett, én pedig inkább a másik izmosabb pályázóhoz, pályázókhoz húztam, ők ugye egy páros voltak, és nekem megvolt erre a szakmai okom, nem csak pályázatot kellett leadni, hanem le kellett adni nyilván a jelöltnek, mivel a, a a szakmaiság ugye fontos volt az esetükben, a szakmai önéletrajzot és én a későbbi nyertes esetében ebben hiányosságokat láttam, gyakorlatilag 22 év hiányzott a portfóliójából, és a meglévőben is, banki szektorban, ha jól emlékszem, akkor ilyen autólízingek értékesítésével foglalkozott, tehát lehet, hogy ő egy kiváló ö, szakember, de egész egyszerűen engem nem győzött meg arról, hogy egy két és fél milliárdos cég élére ö, ő lenne való, és én ezzel a dilemmámmal felkerestem a polgármester urat, ö, Elmondtam neki, hogy titkosítást kért a, a jelölt a pályázati eljárás során, de hogy higgye nekem, hogy nyomósokon van arra, hogy, hogy én erre nemet mondok, ezért a területért én felelek, ezt fogadja el. És ő akkor nekem azt mondta, hogy Szilvi, egyszer-kétszer elnézem, hogy máshogy szavazol, mint ahogy én. És akkor én ezzel a felhatalmazással vagy megnyugvással hagytam ott az irodáját, majd aztán, nyilván akkor még a a meglévő frakciómban ö, számított a szakmai véleményem, a bizottsági üléseken, ö, kulturális Bizottságon Kunszt Márta, Gazdasági Bizottságülésen Aut István közreműködésével megakasztották a, a leendő ügyvezető kinevezését, és ö, a Pécs Aktuálon aztán megjelent egy olyan cikk, és akkor itt most ugye nektek is jutott egy kis szerep, hogy a DK-sok, lehet, hogy meg, megaka, megakasztják az MSZP és Mutyit, valami ilyesmi volt a lényege a headline-nak, és, és, ezen, ezen a polgármester úr nagyon bepipult, és nyilván miután tőlem indult az a, az a, szakmai álláspont, hogy, hogy ő nem lesz jó, velem azonosította ezt az immár nyilvános térben kihangosításra került véleményt, pedig én aztán kinemeltettem a számon, hogy ez mszp muti lenne, nyilván Pécs Aktuálnak voltak egyéb információi, vagy, vagy oknyomozása ez ügyben. Lényeg a lényeg, hogy kapott egy ilyen politikai felhangot ez az ügy, ami azért nem volt, hogy is mondjam, csak egy sétagalop, mert hát aztán tudjuk, hogy, hogy, mi lett a vége. Gyakorlatilag, a, amikor a közgyűlésen döntésre került az ügy, akkor a polgármester úr kért egy 45 perces technikai szünetet, amelynek a végén úgy jöttek vissza a frakcióvezetők, hogy gyakorlatilag a saját frakciómból is hárman nem engem támogattak a véleményemben, és ennek az lett a következménye, hogyha jól emlékszem, akkor kettő szavazattal átment az a jelölt, akit én nem támogattam volna. Én egyébként a, a folyamat ezen fázisában azt a javaslatot tettem akkor a közgyűlésen, hogy tegyük eredménytelenné nyilvánítsuk ezt a folyamatot, és akkor írjunk ki egy új pályázatot. Szerintem ez lett volna a megnyugtató rendezése. Annyi történt még ezen a közgyűlésen, hogy a két érintett alpolgármester, Ruzsa Csaba és én az emmi kultúráért felelős államtitkár helyettesétől SMS-t kaptunk, hogy biztos, hogy hogy jó döntése egy nem egészen megnyugtató portfóliójú szakembert kinevezni a, a zsök élére, és ne felejtsük el, hogy abban az évben 1,9 milliárd forintot adott a Modern Város pénzkeretében az EMMI. Talán nem volt indokolatlan, hogy esetleg a hangukat hallatják. Én ezt a, a dilemmámat rögtön ott a közgyűlés alatt beszélgetésben megosztottam a saját frakciómmal, hogy figyeljetek, még, még egy érva mellett, hogy halasszuk el ezt a döntést, az emmi aggodalma, szerintem ezt, ezt fontol, meg kell fontolnunk, és akkor ez ugye később kihangosodott úgy, hogy én a közgyűlésen az emmi munkatársával szövetkezem, és tulajdonképpen Fidesz-Bérenc vagyok, meg mit tudom én, micsoda. Ennek egyébként akkor lett vége a nyilvános térben, amikor bementem a Rúzsa Csabához, és mondtam neki, hogy Csaba, mind a ketten kaptunk üzenetet, az államtitkár helyettes úrtól, hívjunk össze sajtótájékoztatót, mutassuk meg, ezek céges mobilok, erre nem került sor, de ezek a, ezek a rágalmak azért abban maradtak. Mi az, amiért nem álltál fel már akkor, majdnem három évvel később jutunk el oda, hogy... Felállni hozzáát. kétszer szándékomban állt, 2019, tehát két hónappal a, a regnálásom után felkerestem a polgármester urat karácsony előtt, és elmondtam neki, hogy oly mértékben vagyok kirekesztett, nem vagyok bevonva a megbeszélésekbe, már pedig én is egy első bálozó vagyok, nekem is új a hivatal, nem dolgoztam még a közigazgatásban, hogy gyakorlatilag ez így nekem nagyon handicapes sztori, otthon van a kislányom, lehet ez egy normális indok, hogy én végig gondoltam ezt, mégse fér bele, és én januártól akkor átadnám ezt a csodálatos tisztséget, mert egyébként tényleg az a humán területekért felelni valaki másnak. És akkor ő ezen a beszélgetésen azt mondta, hogy rendben, konstatálta, ő nem kötődik hozzám, ő igazából, ha erre mód lenne, akkor saját embert hozott volna erre a pozícióra is, de hát ugye erre nem adott módot a, a jelenleg érvényes rendelet, tehát mindenképpen kellett egy belső sávpolgármester. Úgyhogy én úgy jöttem ki abból a szobából, hogy oké, okay, akkor most tájékoztatom a frakciómat, hogy hogy jo, jo, jobb lesz ide más, jobb lesz ide más, aki jobban viseli az ilyen mellőzöttséget. És akkor ö, ö, beszéltem Kunstmártával, ő elmondta nekem, hogy legyek türelemmel. Péter Fiatilla a gazdasági szférából jött, egy hierarchikus rendszerből, nyilván más ö, retorikához, módszerekhez, folyamatokhoz szokott, türelemmel kell lenni. És mondtam, hogy én ezt mind-mind elfogadom, egész egyszerűen nem érzem magam ö, arra elég erősnek, hogy én. Így a, a, a mobbingnak ezt a fajtáját viseljem. A mobbing ugye egy ismert kifejezés a HR-ben, ez a munkahelyi lelki terror, aminek ezer fajtája lehet. Például az, hogy valakit mellőznek, hogy nem kapja meg a szükséges információkat a, a döntéseihez vagy a munkájához. Aztán eltelt egy éjszaka, és akkor másnap, talán az utolsó munkanap volt karácsony előtt, felkeresett engem Péterfi Atillai, és azt mondta, hogy figyelj, januártól tervezem átalakítani a, a, megbeszélések struktúráját. Hétfőn szerdán lesz alpolgármester, illetve kommunikációs tább, és oda mindig meghívást fogsz kapni. Nem akarlak befolyásolni, de ezt az információt tudd, és akkor így döntsd el a karácsonyfa alatt, hogy mi lesz januártól. Még egy sebb eset rajtam, hogy novemberben volt egy előterjesztésem, ami nekem egy ilyen fontos uh, lett volna ez a város marketing stratégiájának a, az előkészítése, és uh, ezt gyakorlatilag így szó nélkül levették, ami, ami tudod egy önkormányzatban, hogyha egy alpolgármesternek van egy előterjesztése, akkor azért azt levenni az alpolgármester tudta nélkül, na az azért úgy nem egy ilyen szokványos dolog, és akkor is úgy éreztem, hogy na ez az én alpolgármesterségem azért nem az a klasszikus uh, uh, súlyú státusz. Úgyhogy ez volt az első és a második Gyakorlatilag a zsökös szavazás után ott a közgyűlésben, amikor én elmondtam, hogy holnap nyilván mindannyian egy új napra ébredünk, mindenki valószínűleg vagy, vagy sokan közülünk más székben fognak ülni, van, akik felállnak, valakik más ágyban, már nem is tudom, hogy milyen monológot mondtam. Gyakorlatilag az volt a lényege, hogy köszönöm szépen az eddigi munkát, de akkor nekem ez elég volt, és ott is hagytam a közgyűlést, tőlem, szokatlan módon, mert hogy végig szoktam ülni természetesen. És akkor ahogy kimentem az ülésteremből, akkor szivárogtak utánam a képviselőtársaim, akik egyébként nem álltak mellém a szakmai véleményemben, és hát próbáltak győzködni, hogy tulajdonképpen ez miért történt, és nem szabad felállni, és akkor kezdődött az, hogy Budapest is beszállt a buliba, és elkezdődött egy erős presszió az irányomba, hogy igenis kellenek vidékre azok a karakterek, amilyenek én vagyok, hogy akik bátran kiállnak a véleményük mellett, és, és higgyem el, hogy ezt nem lehet megkritizálni, és hogy a szakmai véleményemben csak azért maradtam egyedül, mert nincs mögöttem párt. Tehát én ugye függetlenként párt nélküliként ültem a DK frakcióban, és higgyem el, hogy a politikában máshogy nem lehet működni csak egy párt tagjaként. És aztán addig-addig ment, ment ez a mondás, és olyan víziót festettek ott le nekem a szakmai támogatásról, és ebbe értsd azt, hogy országos médiumokba, híres emberekkel való közös szereplések, minden szerepelt, ami azt mondtam, hogy ha, ha ez kell a szakmai munkához, hát legyen. Nem voltam teljesen nyugodt, mert nem vagyok egy kódoltan pártpolitikus alkat, egy, egy igen ö, ö, szabadságszerető szerető ember vagyok. De aztán megtörtént a belépésem nagy csindadrattával, Ugye a, a DK elmondhatta, hogy egy újabb nagyváros alpolgármestere ö, a demokratikus koalíciót választotta, és innentől kezdve én azt mondom neked, hogy nem sokszor érezhettem, hogy ott van mögöttem az a nagy erő, de becsületemre legyen mondva, kitartóan vártam, hogy rám találjon ez az érzés, hogy én itt most jó helyen és biztonságban vagyok. Hát ez nem jött össze, úgyhogy ugorjunk egyet. Amikor leváltottak, akkor kiadtál egy rövid közleményt. Igen. Ezt gyorsan felolvasom, hogy a hallgatók értsék majd a kérdésemet, mert az ehhez a szöveghez kapcsolódik. Ez így szól, hogy kedves pécsiek, megtiszteltetés volt számomra alpolgármesterként szolgálni önöket. Kiálltam és mindig is ki fogok állni demokratikus és szakmai meggyőződésem mellett, még annak árán is, hogy ez nem mindig találkozik a városvezetés és a közgyűlési többség akaratával. Még annak árán is, hogy most leváltottak. Minden lépésemet a tisztesség, az együttműködés, és a pécsiek iránti elkötelezettség irányította eddig is és ezután is. Ezekből a számomra nagyon fontos elvekből engedni nem tudok és nem is akarok. Önkormányzati képviselőként továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek Pécs város fejlődéséért, egyéni körzetemért, tisztelettel és barátsággal Bognár Szilvia. Jól értjük ebből, hogy ezek szerint ott van a sorok között az is, hogy a városvezetés nem demokratikusan működik, nem szakmai alapon, nem a tisztesség és az együttműködés vágya irányítja őket, és nem a pécsek iránti elkötelezettség. Én azt nem kétlem, hogy szavakban minden esetben így van, a tettek viszont időnként mást mutatnak és igazából a lényeg azon van. És pont a két hozzám, tart, pont a két hozzám tartozó ügy, ugye a zsök, aztán majd a kommunikációs központ esetében a, a, vezető kiválasztása, az oly mértékben nem merítette ki ezeket a kritériumokat, hogy más ne mondjak a a zsökügy után a kommunikációs központ igazgatóját, aztán végül is rendkívüli jogrendben maga a polgármester választotta meg. Úgy, hogy előtte két nappal talán volt a, akkor még online, ugye a pandémia miatt közgyűlés, és tudta, hogy nem fog átmenni. Tehát előzetesen szondázta a képviselőket, nem csak ezen az oldalon, hanem az ellenfeleink oldalán is, és tudta, hogy nem fog átmenni, levetette napirendről, ahogy bementünk a vagy beléptünk az online térbe, és aztán két nap múlva meghozta saját hatáskörben. Ez azért úgy nem volt csinos. Tehát ez, 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 ez azért nem, a, nem az a demokratikus döntéshozás, amiről mi annak idején kampányoltunk, szerintem. Igen, kőkeményen támadtak és személyeskedtek veled szemben nem csak a városvezetők, nem csak Péter Fiatyra, hanem Nyögéri Lajos alpolgármester is, aki még hangosan ki is röhögött, nem egy alkalommal a közgyűléseken ez hallható a felvételeken is, mm -hmm. hanem önkormányzati képviselők is olyan hangot engedtek meg veled szemben, ami korábban azért szokatlan volt. Ágoston Andriára gondolok itt elsősorban és Vikali Évára. Mm -hmm. Talán ezt még te is szóval tetted egyik közösségi oldalas bejegyzésedben. Lehet, bár igye, igyekeztem felül emelkedetten kezelni ezeket a megnyilatkozásokat, mert az a, az a kommentem ezzel kapcsolatban, hogy ezek a ezek a Kiállások, vagy ezek a megnyilatkozások szerintem nem engem minősítenek, vagy nem rólam adnak képet. Mi az, amivel te ennyire elrúgtad a pöttyös náluk? Én nem tudom, soha nem volt arra nekem erőforrásom, hogy mérjem magam, hogy milyen kaliberű politikussá váltam, hogy mennyire lettem ismert, hogy mennyire tartanak alkalmasnak, hogy mennyire gondolják azt, hogy nekem van jövőm, hogy a hozzám kerülő ügyeket tényleg igyekszem a lehetőségekhez képest jól menedzselni. Lehet, hogy volt olyan, aki ezt mérte, és, és, és még azt is el tudom képzelni, hogy objektíven végig gondolva a folyamatokat, lehet azt tisztelni még akármilyen ellenfeleim esetében is, hogy hogy ez a nő ezt kiállt a véleménye mellett, és és tántoríthatatlan volt akkor is, amikor lerúgták a székből, és ugye tudjuk, hogy azért a következmény nem csak az volt, hogy lerúgtak abból a székből, és nekem ez akkor ugye a munkám volt, magyarán ezzel kaptam a fizetésemet is, hanem igazából ugye a civil életben sem tudott folytatódni önkormányzati cégnél a, a munkám magyarán, én valami ilyesmire tudok gondolni. Az biztos, hogy a, az eredeti vállalásainkkal szemben én soha nem mentem a munkám során, és ez, ez nekem megmarad. Rólad vagy veled kapcsolatban azt szokták sugalmazni, ez különféle online terekben is egyébként előfordul, hogy te elárultad a baloldalt. Uh -huh. Mivel árultam volna, -e? tehát, mikor nem voltam én érzékeny, az elesettek problémái iránt, mikor titkoltam el a nyilvánosságra tartozó a területemet illető feladatokkal kapcsolatban. Igyekeztem a sajtót is mindig kiszolgálni, bár ezzel kapcsolatban néha behúzták a féket, tehát tiltották, hogy bizonyos dolgokban nyilatkozzak, de ezek engem mindig nagyon bántottak, mert hiszen a közdolgairól döntünk, közpénzzel gazdálkodunk, igenis joga van tudni mindenkinek, hogy egy-egy folyamat éppen hol áll, vagy milyen helyzetben van. Mindjárt beszélni fogunk a jövőről, de van itt még egy fontos témakör. Volt egy emlékezetes vitád tavaly bűsszel az egyik közgyűlésen a polgármesterrel. Akkor mondtad azt, hogy azok a módszerek, amelyekkel a Pécsi város vezetés él, a legsötétebb időket idézik. Mm. Majd emlékeztetted Péter fiatilát, hogy 2019-ben még nem ez volt a közös célotok, nem erre készültetek, nem ezt ígértétek a választóknak. Erre ő azzal vágott vissza neked, hogy ő biztosan nem készült veled semmire. Mm. Ez megvan, emlékszel erre? Emlékszem erre, igen. Ez, ez akkor az volt a néző érzése, igen. Igen. az enyém mindenféleképpen, igen. hogy a nőiségedet bántva támad vissza igen. akkor és ott abban a helyzetben a polgármestert. Érdekes. Ezt mennyiben érezted? Érdekes, így? hogy nem te vagy az első, aki próbálja ezt a nő-férfi dimenziót ráhúzni erre a, erre a helyzetre, vagy erre az esemény sorra. Én azt mondom erre, hogy igenis, meg nem is vannak olyan típusú vezetők, olyan karizmatikus férfi, férfiak, tudod, erre szokták mondani, hogy ez a macsó típus, aki eleve úgy van vele, hogy na, itt aztán nő nem rúghat labdába, meg én biztos, hogy majd megmondom, hogy mi az irány. Lehet, hogy ilyen is játszik, de én, én még mindig csak inkább azt hangsúlyozom, hogy én soha nem voltam benne abba a szűk bizalmi körbe. A, amiben benne vannak azok, akik mondjuk a választás előtt egy vagy két évvel már tudatosan arra készültek, hogy hogyan, milyen lépések során fogják lezavarni a kampányt és megnyerni a választást, aztán pedig elkezdeni a munkát. Egyébként tudom, mikor mondtam én ezt, mert az viszont, az viszont iszonyat bántott, hogy a, mi nem írtuk ugye alá ezt a frakciós szerződést, a három momentumos fiú, és én, az, az például egy jó példa erre az antidemokratikus kritériumra, amit mondtál, amit szerintem egy csomószor kimerít a jelenlegi városvezetés. És akkor, és akkor én, én, nekem ugye tudjuk, mi lett a sorsom, és, és a momentumos fiúknak is az lett, hogy bizottságokból, bizottsági elnöki pozícióból egyiküket visszahívták, másikat kivették. Ezt én azt gondolom, hogy partner nem csinálja a másikkal. Tehát ezek a fiúk ugyanúgy gűriztek a kampányban, és hogyha megnézed a négyünket, hogy hány ezer szavazatot hoztunk a közösbe, és jól lehet, hogy bármilyen más jelölt is hozott volna, de én abban a két hónapban iszonyat sokat dolgoztam, és pontosan tudom, hogy a, például a Tükebusz ZRT-nél hány autóbuszvezető e, írt nekem, hogy Szilvi, bennetek van a reményünk, rátok szavazunk. És valószínűleg, ha nincs ott a Szilvi, akkor egy kicsit bizonytalanabbak, de hogyha mást nem veszek, csak az, hogy elég, elég széles kapcsolati hálom van, és, és, akik engem szeretnek, ismernek és szeretnek, ők egészen biztos, hogy engem egy, egy olyan karakternek gondoltak, hogyha ő odaáll, akkor, akkor tuti, hogy, hogy jó helyem lesz a voksunk. És, és én, én, ezt sérelmeztem ezen a közgyűlésen, hogy hogy lehet, hogy lehet arcul ütni ezeket a fiúkat, akik, akik megdolgoztak a, a győzelemért. Én azt gondolom, hogy az ember a szövetségesei nem bánik így, még az ellenfeleivel sem. De a legközelebbről élted meg a politikai vagy a belső politikai háborúkat és leszámolásokat. Mi az, amiért még mindig nem fordítottál hátat ennek az egésznek, vagyis a politikának? Mert van egy nagyon erős hitem abban, hogy, hogy lehet lehet jobban csinálni. Én komolyan gondoltam azt 19-ben... Hogy néz ki a jó politika szerint? Vagy mit kellene? Úgy, hogy amiket lenni. hirdetünk, ahhoz tartjuk magunkat. Hogy nem veszítjük el a hitelünket hogy megtöltjük tartalommal a szavainkat. Úgy, és mi nem minden esetben tettük ezt így. És még az ellenfeleinkkel kapcsolatban is gálánsak vagyunk, felülemelkedünk, és elegánsak vagyunk. És a közgyűlésben vitázunk, és nem húrogjuk le a másikat, nem személyeskedünk, hanem megadjuk azt a, azt a csodálatos helyzetet a választópolgárnak, vagy elétárjuk azt a csodálatos helyzetet, hogy ott vannak a politikai szereplők, adott esetben politikai pártok, és ők ö, véleményeket ütköztetnek. És egyik sem gondolja azt, hogy nála van az igazság, hanem ott közösen formálják ki a, meg a közös igazságukat. Én ebben még így mindig hiszek. És tudod azért, mert 19-ben én tényleg komolyan gondoltam, amiket mondtam. Most mi vagy? Független baloldali, pártokon felüli, vagy, vagy, pártokon túli, vagy demokrata? Tehát hogyan tudnád körülírni, hogy te most melyik politikai térfélen is vagy egészen pontos? 2021. december 7-én, miután nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a demokratikus koalíció legfelsőbb vezetése pontosan a 22 miatt csendben legyél, nincs balhé, hozzáállástól vezérelve, nem határolódott el ezektől a folyamatoktól. Magyarán nem lett annak következménye, hogy a frakciótársaim aláírták ezt a bizonyos frakciószövetségi megállapodást, ami teljesen kiherélte a demokratikus döntéshozást. Ez nyilvánvalóvá lett számomra, és akkor kiléptem a, kiléptem a pártból. Innentől kezdve gyakorlatilag e tekintetben ott vagyok, ahol indultam, párton kívüli független emberként nyilvánvalóan nagyon sokak szemében úgy élek, hogy a DK-s alpolgármester, ezt majd előbb vagy utóbb nyilván ki lehet radírozni a nevem mellől, gyakorlatilag a Mindenki Pécsét Egyesület volt a jelölő szervezet, ennek az egyesületnek én nem vagyok tagja, de ő volt a jelölő szervezetem, ezért a nevem mellett az van, hogy a Mindenki Pécsét Egyesület városházi képviselője pártokon kívüli, egyesületnek sem ö, tagja. Jelen pillanatban. De a, önmagadat hova tudnád elhelyezni a politikai palettán? A középtől egy kicsit borra. Tehát semmiféleképpen nem szélsőség, viszont az érzékenységem, a, a szociális egyenlőtlenségek, egyáltalán az erőforrásokhoz való hozzátérés, vagy esélyek az élethez, meg a munkahelyekhez, bármihez való hozzáférés terén, ezek az esélyegyelőtlenségek, ezek nagyon zavarnak, és szerintem érzékenyen reagálok rájuk, tehát a középtől egy kicsit balra. Most nagyon úgy fest, hogy egyedül maradtál, vagyis, mintha egy politikai vákumban lennél. Nem vagy elég balos a balnak, nem uh -huh. vagy jobbos a jobbnak, nem vagy elég liberális a momentumos sem. Ráadásul ott is hallani olyan híreket, hogy a maradék három önkormányzati képviselő is három irányba tart már. Szóval hogyan tudsz úgy hatékonyan és eredményesen dolgozni, vagyis képviselni embereket, politizálni, hogy egyedül vagy? Képzeld el, hogy milyen áldott állapot ez. Nekem a, a, az egyik ilyen kommentem, a képviselőséggel kapcsolatban, hogy senki más nem lehet jó képviselő, csak a szabad ember. Ezért én az ilyen pártpolitizálásokat, mint, mint olyat, azt így ki is iktatnám a rendszerből, mert nagyon sokszor a párt akarat, a párt küldetése, vagy víziója, vagy fő üzenete a szembe megy azzal, amit egyébként te egyéni emberként, vagy lelkiismeretet szerint mondanál. Én ilyenfajta meghasonlásokban nem kell, hogy, hogy részt vegyek a, a jövőben. Lelki ismeretem szerint szavazok. A közgyűlésben általában 20-nál több napirendi ponttal megyünk. Én azt mondom, hogy az esetek többségében elfogadom a, az elémtett határozati javaslatot, de hogyha valamiről más a véleményem, akkor nyugodtan tudom azt mondani, hogy, hogy én most nem szavazok vagy tartózkodom, mert – és akkor ennek ugye számos oka lehet – és, és nem kell nekem attól félnem, hogy holnap majd ide telefonálnak, hogy mégis mit képzelsz te magadról, hogy máshogy szavaztál, mint a, mint a többiek. Azt képzelem magamról, hogy van egy, van egy világképen, van egy elképzelésem a, a, a jó életről, a méltó életről, és ezek alapján szeretnék döntéseket hozni. Amit amit most mondasz, hogyha abból jól értem, ez egy várospolitikai szint. De van-e ennél... Uh... Magasabb elképzelésed vagy, vagy ennél nagyobb ambíciód? Lé... Soha. Soha nem mondtad soha. Soha nem volt egyébként ambícióm a közéletet tekintve, tehát, hogy én ö, hivatásszerűen ö, politikával foglalkozzak. Ez, ez látod, így alakult a körülmények furcsa összjátéka a következményeként. Ö, soha nem mondtad soha. Ne, nem tudom, hogy mit fog hozni a jövő. Ez a dimenzió is kellően izgalmas, de azt gondolom, hogy az igazi mintát azt ott fent adják. Nem, nem biztos, hogy rossz lenne abba egy kicsit belelátni, vagy egy kicsit közreműködni. Talán tudod, hogy a közgyűlésben többen vannak, akik politikai asszisztensként országgyűlési képviselő mellett dolgoznak. Szerintem oda nagyon sok fontos dolgot kellene csatornázni, hogy egy kicsit máshogy szervezzük a, a társadalom dolgait. A napokban, amikor megkerestünk téged is azzal a hírrel kapcsolatban, mi szerint elképzelhető, hogy elindulsz a tavaszi országgyűlési választáson, akkor nem cáfoltad ezt a hírt, megkerülted a választ. Tehát elindulsz el. Nem hoztam döntést. Mi egy az dologa? ennek? Az az oka, hogy természetesen a, a közélettel kapcsolatos beszélgetések, azok nem tűntek el az életemből. Nagyon jó kapcsolatot ápolok civil szervezetekkel. Nagyon sok olyan ember él ebben a városban, akik tényleg akárcsak én akarják a változást. Tehát a kormányváltást tényleg egy ilyen nagyon fontos célként tekintjük és valóban felmerült az, hogy a paradoxonok, hogy nem biztos, hogy hiteles jelölt az, aki a választásig úgy akar menetelni, hogy a hibákat elfedi, bepúderezi. Mert, mert azokat a hibákat muszáj tudniuk a választóknak. Ellenkező esetben mondjuk megnyeri valaki a választást, és aztán kiderül, hogy azért az ott csak púder volt. Szóval, hogy vannak ilyen beszélgetések, hogy lehet, hogy van annak relevanciája, hogy létezik egy olyan, egy olyan karakter, vagy léteznek olyan karakterek, akik tényleg komolyan gondolják a változást, és nyílt lapokkal akarnak játszani. Jelen pillanatban egyébként számomra ez most a két kétfarkú párt. Tehát, hogyha most megkérdeznéd tőlem, hogy jelen pillanatban én most, hogyha holnap lenne a választás, akkor kire húznám az X-et, akkor azért rájuk, mert egyébként rendkívüli módon sérelmezem, hogy az általuk megfogalmazott kritikákra úgy reagál a hatpárti összefogás, hogy árulók vagytok, mindenki, aki nem ránk szavaz, az, az a Fideszre szavaz. Ezt viszont kikérem magamnak. Szerintem a kormányváltásnak sokkal nagyobb esélye van, hogyha a kutyapártra elmennek szavazni a híveik mert egészen biztos vagyok abban, hogy a kutyapárt plusz szavazókat fog behozni. Igen, de vannak, akik meg azt mondják, hogy a kutyapárt az éppen, hogy megosztja, vagy meg fogja osztani azokat a szavazatokat, amelyek És ha akkor ők nem van? indulnának, akkor mondjuk inkább a bal oldalt támogatnák a jobb oldalra szemben. Én azt gondolom, hogy ha, hogyha mondjuk a kutyapárttal együtt van meg az 51-2 százalék, akkor az egy koalíciós kormányzása pont elég lehet. És nem biztos, hogy, hogy baj, hogy van ott egy, egy tükör, egy lelkiismeret. Azért ne felejtsd el, hogy az előválasztásnak minden pozitív körítése mellett, és az a pozitív körítés, hogy egy az egy felállás körvonalazódik, magyarán a hat párt jelöltjei nem fognak ráindulni egymásra, annyi hozadéka biztos, hogy lesz, hogy a, a Fidesz kétharmadot le lehet bontani. De hogy, de hogy le lehet-e váltani a Fidesz kormányt, ahhoz nem biztos, hogy elég ez a struc politika. Eleve, eleve, eleve baj, hogy itt a civilek indulását próbálták megnehezíteni a pártok, és a, és a negatív ö, kommentem az előválasztással kapcsolatban pont ez, hogy azért bizonyos karakterek benne maradtak a rendszerben, akik hozzák az eddig megszokott módszereiket. Na most ezek az eddig megszokott módszerek pontosan a rutin miatt igen veszélyesek lehetnek. Nézd meg a pécsi közgyűlést. Ott azért nem lehet mondani, hogy többségben vannak a rutinos öreg rókák, és aztán mégiscsak úgy tudtak alakulni a dolgok, ahogy pár ember akarta, és nem a többség volt ez a pár ember. A rutin. És ezeket én, én nem tartom biztató jeleknek. Az imént azt mondtad, hogy a középtől egy kicsit balra uh -huh. határoznád meg önmagadat, de miből gondolt, hogy van, vagy miből látod azt, hogy van út középen is? A politikai jellemzők gyakran azt hangoztatják, hogy középen nincs semmi, és mi is azt tapasztaljuk, igaz, más szempontok alapján, vagy más szempontok szerint, hogy mivel középre írunk, balról és jobbról is kapjuk a pofonokat, azok az emberek pedig, akik elvileg középen vannak, vagyis ott kellene, hogy legyenek, a számok alapján azok vagy csöndben vannak, vagy nem nyilvánítanak véleményt. Tudod, láthatóan. középen vagy egész egyszerűen tesznek a politikára és a közéletre. Tudod, mi van középen? A párbeszéd és a vita kultúra, és mindenki, aki erre alkalmas, az van középen. És ebből mennyire adnak Pécs? Hát ez az, amit nem lehet tudni, és emiatt nem tudok válaszolni a kérdésedre, hogy például egy olyan karakternek, mint én vagyok, van-e relevanciája, van-e mérhető támogatottsága. Teszel erőfeszítéseket, hogy ezt felmérd? Vagy, vagy alapítasz egy szervezetet? Nem, nem én erre nem teszek ö, ö, kísérletet, vagy kezdeményezést. Úgy gondolom, hogy ha ennek a, ennek a helyzetnek elő kell állnia, akkor az, az ne azért álljon elő, mert én generálom, hanem legyen egy vákum, legyen egy akarás ö, kellő számú emberben vagy szervezetben, és aztán szóljanak és akkor elgondolkodom, de én magam nem fogom ezt proaktívan generálni. Értem. Sok sikert kívánunk neked, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat itt a Pécs Aktuál podcastjében. Köszönöm a Pécs Aktuál hallgatóinak is, hogy velünk voltak, hamarosan jövünk újra. Addig is kövessék be és olvassák a Pécs Aktuált, ahol a legfontosabb és legérdekesebb híreket olvashatják Pécsről, Baranyáról és az országból. Viszlát, szép napot mindenkinek!